Örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljuthassunk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. A hagyományos barka szenteléssel kezdődött a virágvasárnapi Szentmise vasárnap délelőtt a Szent István Székesegyházban. Virágvasárnap a nagy hét kezdete, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadás ünnepére, húsvétra vezet el minket. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg az egyház. A Szentmisét ezúttal is Spányi Antal megyés püspök celebrálta, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyebek mellett mit kell tennünk húsvét közelettével. Fogjuk szorosabban nem csak egymás kezét, hanem életünk útját járva fogjuk mindig Jézus kezét. Járjunk úgy, hogy Jézus neve rajtunk lehessen, és azt ismerje föl bennünk, hogy mi az övéi vagyunk, mi mellette vagyunk, mi hozzátartozunk, mi akarunk mindig vele lenni. A Szentmise végeztével a hívők kérésünkre elmondták, hogy mi volt számukra a szentbeszédek legfontosabb mondani valója, és hogy készülnek a húsvéti időszakra. Próbálunk lelkiekben odafigyelni, hogy egyrészt egymásra, a családon belül, másrészt pedig az, hogy hogyan viselkedünk, mit mondunk a másiknak. Ez az egyik fele, hogy készülünk húsvétra. A másik fele pedig az, hogy hitben szeretnénk ott lenni, lelkileg fejlődni, erősödni, olyan lehetőségeket találni, ami feltölt, megerősít és erősíti a mi családunk egységét. A nagy hét folytatásaként nagy hétfőtől nagy szerdáig 3 napon át, este 18 órától Spányi Antal megyés püspök nagyböjti lelki gyakorlatos szentbeszédeket tart a Szent István Székesegyházban.